Sziasztok, jó reggelt! Megy a stadioni órónak a bedagasztása. Említettem nektek, hogy szépen pár lisztet, ami elérhető Magyarországon nagyjából, a sorra veszünk, úgyhogy elkezdtem már bedobálni a lisztet a vízbe, az élesztő meg a liszt már benn van. Kicsit dupla adagot fogok most dagasztani, mert holnap jönnek vendégek, és készülünk számotokra egy újdonsággal is. Sokan kértétek, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk gluténmentes pizzát is, és most az a jó hírem van számotokra, hogy a Stagioninak van egy glutén friss lisztje, úgyhogy a holnapi nap folyamán ezzel fogunk pizzát készíteni, remélhetőleg nápolyi stílusú pizza lesz belőle, mindenesetre igyekszünk, hogy nagyon közel legyen hozzá. A Tomi barátom fog segíteni, akinek a párja az szintén a gluténérzékeny kategóriához tartozik, és ilyen pizzákat fogyaszt már régóta, úgyhogy a Tominak nagyobb tapasztaltam, hogy hogyan készítsük elő ezt a tésztát, úgyhogy nekiláttunk egy gluten-free pizzának, és ha tetszeni fog, akkor nektek is lesz egy jó lehetőség, hogy még minőségibb legyen a gluténérzékenyeknek is a pizza fogyasztása. Jó, úgyhogy megy a dagasztás, meg fogom nektek mutatni a videóban, hogy körülbelül ezt a stagioni órót milyen állagúra dagasztom ki, meg ki is bucizzuk, és akkor a holnapi nap meg majd folytatódik a sütéssel, és a stagioni óró mellett a stagioninak a gluten-free lisztjével is majd zajlik a nápolyi pizza készítés, vagy legalábbis megpróbáljuk nápolyivá tenni ezt a gluten-free lisztet is, mert ugye, ha glutén nincs benne, akkor pont a lényeg hiányzik, nyújthatóság, lazza, kezelhetőség, levegősség. Hát megnézzük, hogy a mi technológiánkon mit tudunk kihozni belőle, jó? Úgyhogy folyt köv, nyomjuk a dagasztást, és megmutatom, hogy milyen állagúra sikerült kidagasztani. Na most van az a pillanat, amikor a lágy keverőfejet ki fogom cserélni a tényleges duplafejes profilra, és akkor azzal folytatjuk a dagasztást, mert ezzel viszonylag egyszerűen homogénre lehet keverni a tésztát, úgyhogy folytatjuk is. Szóval azt mondta nekem egy-két guru, többek közt a Gambadol úr is, hogy ez ilyen második-harmadik napon adja ki a legjobban az ízét ez a tészta, úgyhogy azért is keverek be többet, hogy fogok majd vele sütni még majd szerintem vasárnap is, amikor háromnapos lesz. És akkor meglátjuk, hogy milyen lesz a tésztának az állaga. Akkor, és elmondom majd azokat a tapasztalatokat, és meg majd látni fogjátok, hogy minden rendben van. Na, berakjuk a másik fejet, és figyelünk, hogy jól rakjuk be. Azaz. És akkor elindítjuk a dagasztást. Belekerül a maradék liszt is, és akkor majd mutatom az állagokat, jó? Szokásos pici olaj belemegy. Most járunk a második 5 perc vége felé, és ugye amikor majd az utolsó 5 perc van, azt nagyon fontos, hogy el akartam nektek mondani, ha valaki nézi a videóimat, hogy nálam hogy megy a dagasztás, az utolsó 5 percnél én többször is megállítom a dagasztógépet, és megnézem az állagát, hogy azt az állagot értem el. De lehet, hogy amikor te megnézed mondjuk 10 percnél, és azt mondod, hogy jó, valójában 15. percnél az már gumis lesz, és nem hozza azt az állagot, ami neked majd a nyújtásnál jó lesz. Úgyhogy arra kell figyelni, hogy főleg a vége felé az utolsó 2-3 percben többször egy-egy percenként meg kell állítani, hogy hogy áll, hogy igényel még egy kis nedvességet, egy kis folyadékot, hogy elérd azt az állagot, amivel majd utána jól fogsz tudni nyújtani, jól fogsz tudni majd tésztát sütni, pizzát sütni, jó? Tehát nagyon figyelj, hogy az utolsó 3 percben többször megállítani a dagasztógépet és megvizsgálni az állagot, jó? De nézzük meg, milyen most. Stagioni oro. Gluten-free jön, és most nézzük meg a tésztánkat.
hogy milyen állagú. Gyerekek, ez még extra lágy. Tehát ez az, ami számomra egyre nyújthatatlan kategória. Tehát valószínűleg még egy pici lisztet fogunk belerakni. Úgyhogy elindítom az olvasztót újra, és most járunk a második 5 percnél, és akkor fogjuk majd gyakorlatilag így belőni azt az állagot, ami utána jól nyújtható lesz. Ez a legfontosabb része egyébként a dagasztásnál, hogy milyen állagot fogsz kidagasztani, ezt nem tudom elmondani 100-szor. Ugye ezzel dolgozzál, próbáld meg egy picit mindig lágyabbra, és nézd meg, hogy mikor éred el azt a határt, amikor már a tésztának az a könnyedsége, lágysága lesz, mert ez a hidrózás azt fog neked hozni, neked majd egy jó kis könnyű lágy nyújtható tésztát, jó? Ha úgy nyújtod majd, mint én, hogy 2-3 húzásra ki tudod nyújtani, akkor jó úton haladsz, jó? Na most nézzük meg, újra, hogy hol tartunk, jó? Megállítottuk ugye a dagasztót. Még mindig kell bele egy kicsit liszt, mert még mindig extra lágy a tészta, jó? Ezért fontos, hogy ránézzél, nagyon sokat javul, de még nem az igazi mindig. Na nézzük meg, a 15 perchez képest hol járunk, ugye láttátok? Na ez már baba. Na ez az az állag, ami már nekem nagyon tetszik. Ezzel fogok majd én dolgozni, úgyhogy ezt a másfél percet még rátoljuk. Majd még itt van. És ami fontos, hogy ezt nagy sebességre rakom 3-asra. És ezért mondtam, hogy nagyon fontos a nagy sebességű dagasztó, és jó sok levegőt tudja beleverni a tésztába. Úgyhogy, na majd utána kipatítjuk szépen a tálból, és akkor nekiállunk majd a 3-fázisos keresztésnek. A 3-fázisos keresztésnek. Na szóval, túl vagyunk már az első fázisra, ugye kiszedtem a dagasztóedényből, ugye lefóliáztam, ugye mikor kiszedtem, egy kicsit átflopoltam, átforgattam, raktam rá egy kis hideg vizet a tetejére, ugye most ugyanezt el fogom követni újra, úgyhogy pontosan fogod tudni, hogy mi történik, és ha valaki még először látja ezt, akkor annak mondom, hogy ez az egyik legfontosabb teendő a dagasztásnál, hogy ezt a 3-fázisos keresztést végig csináljad. Mert ez fogja majd megadni a tésztának azt a gluténhálót, meg azt a fajta rugalmasságot, ami neked majd fog kelleni a nyújtásnál. Na. Ő gyerekek, de baba lett ennek az állaga. Ide nézzetek, milyen szép fényes. Nem tudom, mennyire adja vissza. A brutál. Ő de szép homogén lett. Jó kis tészta lesz, ez én már érzem, gyerekek, ez a Stagione Oro. Ez brutált fog ütni. Ja, még egyet is forgattunk rajta. Az ez. Így. Megint jön egy kis hidrózás. Dobunk rá egy kis vizet. Így. És újabb 25 percet indítunk el, mert ez a második 25 perc lesz. Így. Jó kis feszes. És akkor folyt köv a következő fázisnál. Meglátjátok, hogy hogy alakul a pite. Na, most jön a harmadik fázis. Ő gyerekek, olyan szép bubik vannak a tésztán, hogy az valami csuda.
Most jön az a rész, amikor beolajozni fogjuk. És megy rá vissza a fólia, újabb 25 percre, de előtte most nem felejtjük el, azaz, na így szépen, az elézzek milyen bubi, atya úristen, látjátok? Na, azaz, oda nézve, milyen bubi van itt, gyerekek. Hű, de baba. Én emlékszem egyébként először, mikor láttam ezt a háromfázisos keresztést, hogy mennyire semmi értelmét nem láttam. Mondom, minek forgatgatja ennek? Mondom, mi értelme van? Tiszta hülyeség. Na de amikor megértettem, hogy ez miért fontos, akkor már másképp gondolkoztam róla. Na, hát ez patika. Ez jó kis tagioni óra, gyerekek, be fog ez érni, jó kis tészta lesz ez, én már látom. Úgyhogy most letelik az újabb 25 perc, és jön a bucizás. Na most jön kérem szépen a bucizás. Meg lett a harmadik fázisunk, gyönyörű bubik vannak rajta. Nem tudom, hogy onnan mennyire látszik, de valami elképesztően szép. Na, keresünk hozzá egy ilyen kis tucost. Hát egészen más állaga van, gyerekek, mint a Caputo pizzériának. Ég és föld a kettő tésztára. Egy sokkal masszívabb, más állagú konzisztenciájú 302. A feleségem azon szokott rötyörészni, hogy nem találom el a 280-at. Na most szóljatok hozzá. 260. 273. Na, ez jó. Így. És gyönyörűen, nézzetek milyen szép kis fényes lett, feszes. Lezárjuk az alját szépen. Így. És dobáljuk be a bucikat. Nincs mese. Tessék, 275, jók vagyunk. Szóval, lesz holnap sütögetés, vendégek, úgyhogy nagy parti lesz, sörözés. Úgyhogy jól fogjuk magunkat érezni. Fú, nagyon szép, gyerekek, feszes. Már egészen más a rugalmassága, a tartása, a feszessége. Egy sokkal feszesebb tésztát érezni így kapásból. Na, 285 hibátlan, és akkor ezt így végignyomjuk, megtöltöm szépen a bucikkal a ládát, látjátok, hogy hogy megy a bucizás, kicsit széthúzom, van több videóban, ahol részletesen meg van mutatva, azt is meg lehet nézni, kicsit behajtod, összehúzod az alját, összecsíped, és már patika is kész is van. Hogy ilyen egyszerűen megy. A gyerekek. A jó kis itthoni pizzagyártás. 264. 256. Na. Patika. Na, akkor ezt így végigbucizom. És megy be a hűtőbe. És ott fog, gyerekek, érni a tészta 24, illetve 48 órát, mert holnapi nap nem fogjuk mindet kisütni, csak egy részét.
és csinálok belőle még szerintem 72 órás tésztát is. Jó? Úgyhogy folyik köv, és jön a Stagioni Oro sütése, és a Gluten Free Stagioninak a tesztelése, jó? Na cső!